És most, kedves nézőink, kicsit kinézünk a világba. Gyarmat István nagykövet, biztonságpolitikai szakértő vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jól emlékszem, múlt héten, hétfőn említetted meg, hogy a külpolitikai kitekintőben Spanyolországról fogsz értekezni. Meg is történt. Na most azok a nézők, kérjük mindenkinek az ellenőrzőjét, stb. Akik nem nézték ezt a műsort, azért arra kíváncsi lennék, hogy mit mondtak a szakértők? Lesz kormány, vagy új választást látnak inkább biztosabbnak, vagy pedig az, hogy mégiscsak valamilyen megállapodás lesz, és lesz egy valamennyire erős kormány a Spanyolországnak? Jó kérdés. Ugye az előzmény az, hogy választások voltak Spanyolországban, mert a kormányzó szociáldemokrata vezette kormány, elvesztette a helyhatósági választásokat csúnyán. És érdekes módon ugye erről Pedro Sánchez, ebből azt a miniszterelnök, szociáldemokrata miniszterelnök nagy meglepetésre azt a következtetést vonta le, hogy ha már itt nagyon kikaptunk, akkor most írjunk ki új választásokat. Ugye senki nem értette, hogy ennek mi értelme, mert azt gondolta, hogy most nagyon itt is ki fognak kapni, de nem ez történt. Nem ez történt, mert Pedro Sánchez egy rendkívül érdekes és okos és eredményesnek bizonyuló taktikát választott, hogy az egyébként teljesen normális közép jobb ellenzékre ráfogta, nem alaptalanul, hogy ők majd az a nagy veszély, hogy ők a Vox nevű szélső jobboldali párttal fognak kormányra lépni. És ez elég volt ahhoz, hogy elriasszon sok szavazót, a középjobb párt így is a legerősebb párt lett, de maga Pedro Sánchez is növelte a mandátumok számát, a Vox és a kis regionális pártok pedig hát csúnya vereséget szenvedtek. A Vox az érdekesebb, mert ugye a Voxról azt gondolták, hogy jobban fog szerepelni, mint a legutóbbi választáson, és ezáltal kormányképes erővé válik, de a Vox veszített szavazatokat az előző választáshoz képest, úgyhogy így elméletileg összeállhatna, de nem fognak összeállni. Nem is tudnak, mert nincs elég szavazatuk arra a képviselőjük, ha még ha összeáll a Vox a középjobb párttal, egy néppárttal is. De akkor a másik oldalnak meg úgy az a problémá, hogy a kis regionális pártok, így például ugye a katalán pártok, katalán baszk pártokkal való összeállás, az ugye egy dolgot jelenthet, hogy vagy szőnyeg alá söprünk bizonyos problémákat a kormányalakítás érdekében, vagy pedig veszünk egy mély levegőt, és elkezdjük kitárgyalni azokat a konfliktusokat, amiket tulajdonképpen Spanyolország évtizedek óta hordoz magában. Ugye a Vox és a kispártoknak a visszaszorulása az egy csomagba tartozik, mert ennek azt gondoljuk, hogy az a fő oka, hogy a szavazók úgy gondolták, hogy inkább nem szavaznak olyan pártokra, akik Spanyolország egységét veszélyeztethetik. És ugye a Vox is ilyen, mert hogy a Vox nagyon ellenzi még az autonómiát is, és ebbe a néppártnak nehéz lenne beleállni, és azt gondolták, hogy hát itt vannak a jó szociáldemokraták, ők azért és Magyarország egységét nem hajlandó kockára tenni, de elmennek nagyon messzire az autonómia kérdésében. És hát most ez lesz a kérdés, hogy hogy sikerül-e a szociáldemokratáknak megállapodni a kisebb pártokkal ahhoz, hogy elég szavazata legyen, mert hogy a kisebbik rosszat választják a Voxhoz képest. És ez az egész azért lényeges, mert Spanyolország egy nagyon fontos ország az Európai Uniónak. Lépde, azért a Sánchez vezette kormány folyamatosan lépdelt előre és előre, vagy vitte előrébb Spanyolországot. Ma már annyira nem ahogy mondjuk az Unió szegény szagú körzete Spanyolország, hanem egyre fejlettebb, és számolni kell vele. És ugye Spanyolország igazából most az olaszokkal versenyez, hogy kilép be a trojkába a britek helyére. Ugye a németek, franciák ott vannak, hogy ki lesz a déli ország, ugye a
két ellentétes, legalábbis politikailag úgy néz ki, hogy ellentétes irányzatú párt van kormányon Olaszországban, egy jobboldali, ugye sokszor lesz szélső jobboldalizzák, szerintem most már egyre kevésbé, mert látjuk, hogy a tevékenysége milyen, és hát a spanyol jelenleg szociáldemokrata, de ha a néppárt kerül uralomra ebből a szempontból, akkor se lesz lényeges változás, ha a Vox nem megy be a kormányba, már pedig nagy valószínűséggel nem fog. Tehát van egy ilyen verseny, hogy ki a harmadik. És visszatérve Spanyolországra, mennyire erős most jelen pillanatban a monarchia, mert az ottan a spanyol királyság körül is ugye kialakultak még az előző király uralkodásának vége felé komoly problémák, családon belül mindenféle gyerek kiderültek, még a mostani királynak azért a népszerűség egy fokkal nagyobb, de mégis ez a kérdés, hogy a monarchia mennyire népszerű most Spanyolországban. Kicsit visszamegyünk, hogy a monarchia egyszer megmentette a demokráciát Spanyolországban a kezdete, ugye a Franco utáni időszakban 75-ben viszonylag gyorsan egy katonai puccs kezdődött, amit hát nagy mértékben a királynak a személyes bátor kiállása hiúsított meg. Ugye utána sokáig nem nagyon hallott, ugye ez egy alkotmányos monarchia, tehát igazából nem kéne hallani a királyról, akkor kezdtünk, vagy az uralkodóházról, akkor kerültek megint be a közvéleménybe, amikor mindenféle korrupciós ügyekkel elkezdték vádolni, jókkal, ok nélkül. Ezek az a sajátosság ezeknek a vádaknak, hogy itt, már bocsánatot kérek, vannak olyan országok, ahol ezek szóra se érdemesek lennének, ezek a kis vádacskák, mint mondjuk a Netanyahu elleni korrupció. Netanyahuval sok baj van, de nem igazán, hogy mondjam, az a korrupciós vádak, hát nevetségesek a mi szemünkkel nézve. Hasonló volt, egy kicsit rosszabb volt Spanyolországban is. Az új uralkodó meg azt csinálja, amit egy alkotmányos monarchának csinálni kell. Igazán nem csinál semmit. Ebben a kormányváltozásban meg se szólalt. Nem is szabad neki egyébként megszólalnia. Csak akkor, hogyha valami problémát lát. Tehát ha például azt látná, hogy olyan kormányprogramot fogadnak el, ami Spanyolország egységét veszélyezteti, tehát mondjuk belemenne valaki egy kötelező érvényű függetlenségi népszavazásban, mondjuk Katalóniában, ugye akkor valószínűleg megszólalna a király, de erre valószínűleg nem fog sor kerülni. Beszéltünk katalánokról, baszkokról, ugye hosszú éveken át, meg az én gyerekkoromban is mindig lehetett olvasni az hírekben, az ETA baszk szeparatista szervezet bombát robbantott, stb. Melyik a nagyobb probléma Spanyolországban? A katalán vagy a baszk probléma? Messze a katalán a nagyobb probléma. A baszkok úgy háttérbe szorultak. Egyébként, ahogy megemlíted, ezt hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, amit látunk az ETA, meg tulajdonképpen az IRA, az Írő Köztársasági Hadsereg kapcsán is, hogyha van egy politikai megoldást találnak, valamilyen elfogadható megoldást, akkor a terrorizmus alól kihúzzák a szőnyeget. És átalakul ez az szeparatista szervezet egy politikai pártá, amely már egészen másképp... Sőt, úgy kezdődik, hogy ugye először a terroristák, a szeparatisták ketté szakadnak, egy tárgyaláspárti, meg egy terrorista pártá, és akkor, ha sikerül megegyezni, akkor a terrorista pártot lenyerik a tárgyaláspártiak. És azt mondod, hogy a katalán probléma sokkal nagyobb. Mennyire érzik azt Katalóniában, hogy sokkal jobb a jelenlegi rendszer, mint a függetlenség? Tehát az autonómia olyan nagyfokú biztonságot ad, amilyen kevésen ebben a világban, míg a függetlenség azért erősen kockázatos. Hát, Jugoszlávia óta látjuk, hogy ha fölpörögnek az események és az érzelmek fölhevülnek, akkor nagyon sokszor az emberek úgy döntenek, hogy a nacionalizmus fontosabb, mint a jólét. Azt gondolom, hogy Katalóniában ez nincs még meg ez a helyzet. Pont azt látjuk, hogy tulajdonképpen nem mondják, de facto elfogadják azt, hogy nem lesz független Katalónia, mert beállnak a kormányok mögé, vagy legalábbis látszólag, vagy nem formálisan, vagy akár kívülről támogatják őket, látszólag tartva azt, hogy ők persze szeretnének egy független országot, de igazából tudják, hogy nem, és nem is igazán lenne jó nekik. Mert ugye azt gondolják, hogy minden konfliktusnál, akár polgárháborús helyzetnél is,
sokkal fontosabb a jólét. És ugye ez azért fontos, mert ugye az országon belül Katalónia messze a legkiugróbb, ha jól tudom. Persze már régen. Igen, de ugye az a probléma, tehát ha még ha békésen megegyeznek, hogy elválnak, és ugye egy új országnak rengeteg problémája van, ugye ezekben az országokban például fölmerül az a kérdés, hogy egy független Katalónia tagja lehetne-e az Európai Uniónak, vagy végig kellene menni a fölvételi processuson, és amikor nem tagja, akkor rögtön meglátná, hogy milyen óriási problémák vannak azzal, hogyha valaki kiválik az Európai Unióban, a britek látják, de a britek az azért egy másik kategória gazdaságilag is, meg politikailag, és még nekik is nagy problémáik vannak. Egy új független ország, a Skóciának, ugye, ahol most elkezdtek kételkedni az emberek benne, hogy kellene nekünk mégis függetlenség, pedig ott kivált Nagy-Británia az EU-ból, én azt gondolom, hogy ezt is nagyon meggondolják az emberek. És ugye ennek nem csak az a baja, hogy a segélyek elmaradnak, mert a spanyolok hát nem kapnak olyan méretű segélyeket, mint az új tagok, hanem hogy egy országnak a gazdasági vonzereje az nagyon nagy mértékben radikálisan megnövekszik attól, hogyha az Európai Unión belül van. Végezetül az is kérdés, hogy meddig lehet húzni a kormányalakítást, olyan nem fordulhat elő Spanyolországban, bár amennyire ilyen déli típusúakkal lehet ilyen hihetetlen ócska közhelyet mondani, mint mondjuk ami Belgiumban volt, hogy ott hosszú ideig nem sikerült kormányt alakítani. Nem, de Belgiumban van kormány, akkor sincs kormány, úgyhogy... És hát az olaszok is sokáig így voltak. De például az olasz gazdasági csoda az a strandkormányok idején következett be, mert hogy a politikusoknak nem volt idejük, hogy belemaszatoljanak a gazdaságba, hanem az úgy foglalkozott rát magával is, és működött. Ugye Pedro Sánchez zseniális politikus egyébként, már többször eltemették, és valahogy mindig föltámadt. A Fönix madár az kutyafüle hozzáképpen. Ugye most is azon mesterkedik, hogy bízzák meg először a néppártot, hát hiszen ő kapta a legtöbb szavazatot, legyen egy jó nagy kudarca a néppártnak. Ugye a néppárt akkor megpróbál a Vox-szal összejönni, a kis pártok meglátják, hogy akkor ott a veszély, és ha majd őt megbízzák, akkor összeállnak vele, vagy ha nem, akkor a választáson még rátehetnek egy lapáttal arra az érve, hogy lám-lám, most már nem csak beszélt róla a néppárt, hogy a Vox-szal akar összeállni, hanem meg is próbáltam valószínűleg eredményes választási politika lenne ez. Ha csak nincs a néppártnak egy Sánchez, aki azt mondja, hogy... Nem látjuk, igen. Tudjátok mit? Csináljunk egy nagy koalíciót Spanyolország érdekében, és nem tudok, ezem egy kicsit nehezebb. És nincs olyan válság Spanyolország, messze nincs válságban. Tehát ugye a nagy koalíció az többnyire válságban szokott előjönni. Nincsen válság. Nagyon jól el vannak a spanyolok ezzel a kis választás utáni, akármivel a gazdaságból nem látszik, hogy problémák lennének. Hát nagyon fogom figyelni a híreket. Nem csak azért figyelem a híreket Spanyolországról. Azért a kitekintőt nézze meg, akit még igen, jobban érdekel. Igen, pontosan. Ezt tessék megnézni, a YouTube csatornám fönn van. Szóval nem csak azért nézem a híreket Spanyolországról, mert őrült labdarúgó szurkoló vagyok, és a Granada vörös kékeknek vagyok a híve, már nagyon-nagyon régóta. Érdekes ország, nagyon jó ország. Mi meg majd folytatjuk később. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is, és látjuk egymást egy óra múlva. Így igaz. Kedves nézőink, ennyi volt már a Pirkadat. Holnap reggel ismételten én fogom önöket köszönteni. De tudják, nagyon sok jó műsor még látható még itt a heti tévén, úgyhogy ne kapcsolják el a televízió készüléket, nézzenek minket. Addig is a legjobbakat.